Sziasztok, Fitikém, a kép jelentkezik a 41. parkoló parádéról. Kicsit szörfözgessünk, szemezgessünk. Be se léptem. Nézzél már rá erre a 124-es kombira. Nagyon ismerős. Én már láttam őt a parkoló parádén. Mindjárt megkérdezzük. Találkoztunk már a Total Car parádén, tehát ez a japánból behozott. Ez a japánból. És még mindig itt ültök benne, és még mindig itt, megvan. Azóta is itt ülünk benne. És azóta se tudtak akkora pénzösszeget felkínálni, hogy elad, vagy ez most már örök szerelem? Eldönti az idő. Figyelj, foglald össze, légy szíves nekem, hogy a paramétereit. Ez egy 124-es kombi, az addig rendben van. De ebből egy AMG, ebből egy nagy motoros, és ami a különlegessége, hogy ezt Japánból hoztad, és emlékszem, akkor mutogattad, hogy minden japán felirat rajta van. Hanyas évjárat ő? 94. 94. Szerintem festve volt a gépzeten, biztos, hogy van fújás nyom. De úgy egyébként nincs. Van olyan 120-es kömű, amiben több az extra? Ez egy fullos, nem? Hát ez alapból ez egy 320-asként készült, és úgy vitték át az AMG üzemébe, ahol még az AMG nem volt a Mercedes jár része. És akkor kivették a motorváltót, a futómű, kipufogó, összes futómű, amit látszik, meg a lökhárítók, a küszöbtoldatok, a szélesítés, első lökhárító. És hány lovas ez így? Ez olyan 300 körül. Azt a betyárlélbe. 300 lóerő, de ez nem firmatik, ez hátsókerekes. Ez hátsókerekes. Ahogy kell. Igen, és csak a négysebességes váltó van benne, nem az öt, mert a négysebességes jobban bírta ezt a nyomatékot. Aztán úgy gondolták, hogy ez teszik bele, igen, nem ötsebességes, hanem négy. Ebben benne van így a munka, van. Mert ezt nem így vetted. Ja, és túlélt egy építkezést, házasságot, mindent, tehát ez azóta megvan. Tehát tulajdonképpen ő a fix csajod? Hát nem. Nem, de a csajomnak is van egy. A csajodnak is van egy, akkor így mondások vagytok. Figyelj, amire emlékszem, hogy 10 éves koromban volt egy Manta prospektus, nem is a legkeresettebb modellből az íróasztalon fölött. Ez, ami becsípődött, és amikor 91-ben leszereltem a katonaságtól, késztetést éreztem, hogy kell egy Manta, és a akkori Kispolszkimat elcseréltem az első Mantára. Ez mekkora csere volt egy Kispolszkit egy Mantára, óriási vagy! De várjál, az akkori Kispolszki, ugye 10 000-es fizetésekről beszélünk, 30 000-rel többet ért a piacon, mint a Manta. Azt a betyári lett be. És de szét volt rottyan van a Manta? Nem, de nem ezek voltak, így van, és... De annyira kellett, hogy szörbe cseréltünk. Beindítom? Simán. Indíts már be, mert érted, itt állnak az autók, indítsuk be! Mit mondok, fiúk? Indítsuk be, nem? Hát indítsuk be, hát most rottyancsunk rá! Hululu, valami legyen! Ez egy hány lovas motor egyébként? Hát ilyen 180 körül. És ez nem elég? De, sok. Ugye? 960 kiló. 960 kiló. Hátulhajt. És hát ahogy a klasszikus autóépítés, hosszabb a motor, kardán és hátulhajtja a hátsó kereket. Egyébként egy zsiguli. Oké, ez zsiguli. Azt a betyár életben, harapja! Fanta, ne állítsd meg le! Fantasztikus a belseje is. Na, gyere, csücs be! Figyelj, csoda, mert beülheted? Simán. Parancsolj. Jó, látom az ülést, csak... Mindent lehet. Csak nyugodtan. Ez, én imádok ilyen emberekkel találkozni, mint te. Akik, esküszöm, tehát biztos van neked másik autód, nem ez a hétköznapi kocsi. Nem. De mégis ezzel jössz. És de sírni fogad... fogsz, egy B-korza dízellel járok hétköznap. Azért jársz egy B-korza dízellel, mert annak is megvan a racionális előnye. Viszont ez az a kocsi, amivel beülsz, amikor szomorú vagy, amikor boldog akarsz lenni, amikor el akarsz menni, csak élvezni akarod az utat, amikor nem ül melletted senki. Érted, amiről beszélek. Így van. És tudod? És ez az analóg érzés, ahogy reszket, ahogy odalépek és érzem a hengereket, ahogy járnak, ahogy érzem, pedig egy métert nem mentem vele,
És ez a régi klasszikus autóépítésnek a csodája. Plusz, mínusz, gyújtásjel, benzin. És ennyi? És megyünk. És megy, és a csapatod? Nem tudom, hogy mi a véleményed arról, amifelé tart most a világ. Hát figyelj, én ilyen múlt század ilyen fakerekes merefilas vagyok, tehát nekem ez nagyon szomorú. Tehát értem, erre megyünk, de nem szerinted lesz olyan pillanat az életedben, amikor a zöld rendszámosok között egyre majd azt szokod mondani, hogy hű, ez jó volt? Hát nem tudom, még nem jött el, de lehet. Tehát biztos erre te vagy a mi emberünk, nagyon nagy vagy, örülök neki, hogy dumcsisztunk, király vagy. Tehát az azt jelenti, hogy 160 lóerő körül? Ez nem, ez a DOHC 16 szerepes, ez 124, megmértük 125 lóerő. Tehát akkor erősebb, mint a gyár. Egyel. Hát de az hogy lehet? Tökéletes. És hanyas évjárat? Van egy kis hanyas évjárat? Ez 91-es. 91-es, tehát hogy ez ott a végéből. Na, tehát ilyenkor egy rajtnál mindig fontos, hogy az első irányába menjünk, az első akadály irányába. Figyelj, tehát rendes indításban vagyunk. Tehát óvatosban megyünk. Oké. Okay. Akadály, az két kapu. Oké. Okay. Már itt látod, hogy egy fehér aszfaltról itt átmegyünk egy sötétebbre, más lesz a tapadás. A csúcspontot egy kicsit előre hozzuk. Bal kézre esnek a kék bólyák, jobb kézre esnek a pirosak. Nem mindegy. Ezt kell figyelembe venni a tekeréskor. Most áttértünk a térkőre. Ez megint másképp tapad. Habár a driftesek ezt egész jól felgumizták, tehát viszonylag jól tapad. Figyelj, itt 1-2-1-2 van, nem? 1-2-1-2 az én autó. Ha most gyorsan mennénk, akkor itt most majd tudom én adunk egy kis gázt. Azt a rohadt életbe! Harapja ez, harapja! Lehetne gyorsan menni. Megállás van. Azt a vetyedet. Itt nyugszik le az ember, és mehetünk vissza a depóba. Értem már, hogy miért nem akarnak velem beszélgetni se előtte, se utána. Hát spriccel az adrenalin a fülükön. Nagyon figyelni kell. Figyelj, a pénzről nem szeretnek beszélni az emberek, de most én összegzem neked azt a fejembe, hogyha lenne pénzem egy 5-600 ezer fontos autóra, amire ráköltök még, rálocsolok egy 2-3 kilót, és elmegyek a versenyekre, gumizok, én azt mondom neked, hogy egy 1,5-2 millió forintból ki lehet hozni egy versenyszezont. Mindenképp. Tehát akkor nem is kell annyit költened gumira, nem kell annyi. Egy millióból is simán kihozhatod, úgyhogy az autó megmarad a végén, csak az a beruházás. Ha jönnek új emberek, azokat nem gúnyolják, nem nevetik ki, a hibáznak, segítenek egymásnak. Figyelj, meg kell kérdeznem, mert ezt fogja leírni a olvasónk. Mert mi? Nem. Tehát merjenek jönni nyugodtan. Simán, hiszen ez önmagadnak egy szint. Ott vagy, következő versenyen meg már hárommal följebb, meg öttel, meg tízzel. Óriási! Ne haragudj már, hogy hozzáértem a kedvesedhez. Szia, Fittikém! Szia, Gergő vagyok! Gergő, figyelj! Én csak csodálkozom, és itt a kedves parkolóparádé, 41. parkolóparádénak a látogatói is oda vannak meg vissza. 1928 van a rendszámtáblán. Igen, mert 1928. novemberben gyártották a járgányt. Ez annyira működőképes, hogy akár tudunk vele menni egy kört is, mert túl hangos a koncert. Persze, tudunk. Gyerekek! Csücs be! Menni kell egy kört, nem fiú? Nem tudunk mit csinálni. Figyelj ide most, megbeszélem az úrral. 3285 köbcenti, 40 lóerő és 170 Nm. Azt a betyár életbe, 1928-ban? Aha. Hátsó kerekekre adja le a... Az volt a kézifék, amit meghúztál? Az a kis sétapálca. Zseniális. Ezt így vetted, ezt az autót? Nem, ezt a Szegeden találtuk egy autókereskedésben. Az akkori információk szerint 30 éve nem indult az autó, 30 éve nem járt a motor, és ott állt beszakadt tetővel, kicsit így lepukkanva,
ilyen féloldalasan, mint a Goofy kutya, és olyan kajlán nézett ki a fotón, hogy megtetszett. Gólyák között megyünk, de egyébként tök mindegy, hogy hogy mész. Azért, hogy guruhattam vele, mert nekem ez nagyon nagy élmény. Voltam már valami szlalomversenyen egyébként vele. Állandóan hárman dolgoztunk rajta, de nyilván a fényezést nem mi csináltuk, a gépmunkát nem mi csináltuk a motoron, de ugye mi szedtük szét, raktuk össze, állítgattuk, csináltunk egy motorpadot, ahol összeraktuk a motort, beállítottuk a gyújtást, kipufogót, mindenféle princrancot. Talán a legérdekesebb dolog az a sebességváltó volt, szétszedtük a sebességváltót is, és kérlek szépen, ahogy a kis kallantyúkat, amik kapcsolgatják, ugye a fogaskerekeket pakolgatják össze-vissza a sebességeket benne, egy bizonyos pózban tudod csak kiszedni azt a csapot belőle, hogy le tudsz szedni. Tehát gyakorlatilag ki van találva. Figyelj! És akkor itt egy az hátra, és előre egy a hátra. Sziasztok! Ugye dupla kuplungos, mert ez még nem szinkronizált. Imádok ilyen emberekkel, állj, Bélát vegyük föl, gyere! Én imádok ilyen emberekkel találkozni, akik ennyi szívet tesznek bele, érzelmet ebbe, ez neked nem az üzletről szól. Nem. Ez egy küldetés, és amikor a Bélát csillogó szemmel láthatom egy autóról beszélni, az nekem elismerés, hogy ez valami más. Akkor ugye az első ablak billenthető, azért látod ezt a két... Szellőzik elő. És mentünk vele kánikulában, de tényleg ilyen 40 fok volt veterán autó találkozón, kidöntöttük az első ablakot, kitámasztottuk, és kurva jó idő volt benne. És gondold végig, vele együtt megy föl az ablaktörlő, igen. A motorból a meleg levegő oldalt jön ki, tehát itt csak a menetszél, a hideg levegő jön. Nincs meleg, nem melegíti föl a motor ezt a levegőt. Mindenki van találva, ez az autó, ami a régi autó. A régi autó. És a Ford, ahol te dolgozol, ott már volt ilyen bent a szlalomban? Nem ott a T-modell, nyilván arra vagyunk még inkább büszkébbek a technológiája miatt, a bolygóműves sebességváltó, a tömegeket rakott az útra a lovaskocsi helyett, ez annak egy nagyon-nagyon komoly fejlesztése. És van egy Al Capone-es kötődés, egy városi legenda. Az erős. De Isten igazából az alkoholtilalom ideje alatt kezdték el tuningolni az autókat, hogy tudjanak meglépni a rendőrök előtt. Így van. Úgyhogy tulajdonképpen a mai szlalomversenyt is van, ahol így ennek a Fordnak köszönhetjük. Na, jól összekötöttem. Hogy összevezettem? Jól összekötöttem. Imádom, hogy itt vagy velünk, és hogy még mindig megvan ez a kamionod. Igen. Ne idegesítsél már föl. Bocsikám, ez az élete. Én tudom, hiszen azt elmondom itt a nézőknek, hogy a szegedi nagyon híres kamionos találkozót is már 30 évet szervezett. Igen, jövő hónapban lesz a 33. Józsikám. Pontosan. Mindenkit várok, meg téged lesz a föltétlen. Pontosan. Na most figyelj, viszont nagyon sokan kíváncsiak, és a YouTube csatornánkon, meg a Total Car oldalán is, hogy mekkora motor? Ez egy Caterpillar motor, 16.000 köbcentis, 600 lóerős, 16 sebességes. Ez a járamotor, kiveszed az akkumulátort, megy tovább, nincs benne elektronika, semmi. Hát hiszen ugye öngyulladással megy a dízeles. De nincs benne számítógép, meg semmi. Semmi, és ez közúti forgalomban még te ezzel mehetsz? Ez egy oldtimer, vagy ez? Nem. Van neki rendes rendszáma is, de most Pécs rendszáma jöttem, de egyébként elvisz a vizsgára, simán mehet, magyar rendszáma van neki. 16.000 köbcentis. Miért vásároltad annó ezt a kamiont, csak nem a filmekből fakadóan? Józsikám, ez az életem. Így van. Igen, gyerekkoromban, amikor néztem a Bud Spencer-t, mikor kidobták a kamionból, csöves dobjátok a kamionból. És akkor úgy döntöttél, hogy egyszer majd lesz rá pénzed, akkor így? Akkor igen. Amerikából hozattad ezt a kamiont? Igen. Tehát nem itt Európában vetted, nem, tehát ezt te hozattad be. Így van. Gyere! Köszönöm szépen! Nézd meg, utasd meg! Várjál! Nézd meg! Limabőrös! A mi nézőink limabőrösök, ha ilyet láttam! Jövünk vissza! We'll be right back.
jogár alapjának kell, hogy legyen. Így van. De mitől ilyen rövid? Attól, hogy 30 centi. Flex és hegesztő. Flex és hegesztő. Tehát fogtad és leszetted, levágtatok belőle 30 centit. De ez igen, koncepció volt, hogy két üléses legyen? Így van. Az eredeti vág is ilyen méretű, tehát nagyon kevés irodalom van hozzá, elsősorban amerikai ilyen megsárgult papírokon található információkból merítkeztünk, és ott egyértelműen ilyen 25-35 cm közötti távolságot szoktak volt kivágni belőle. Na most ez úgy működik, hogy úgy szokták volt csinálni, hogy lemelik a bogárnak a karosszériáját egy az egybe, és gyengébbek simán ráteszik a műanyag héjat. De az nem elég stabil, úgyhogy mi csináltunk rá egy 80x40 mm-es keretet alulra, ami merevíti az egészet, torziós merevítést ad neki. Ne csavarodjon! Igen, és arra ültettük rá ezt a karosszériát. Ez ugyanúgy műanyag? Ez műanyag, így van, ez egy műanyag. Igen. Hát amikor le van szedve, akkor olyan, mint egy vízi bicikli, azzal csúfolták, de végül is egy héj, egy műanyag héj. Egy hanyas évjáratú bogarat kellett feláldoznatok ehhez? Ez egy 71-es volt. Egy 71-es. De már nagyon oda volt. Oda volt, és akkor tulajdonképpen nem feláldoztátok, hanem megmentett. Igen, megmented, reinkarnálódott. Reinkarnálódott, ez nagyon jó. Csináltunk, igen, itt van hátul a bogárnál a szokásos akkumulátor, meg egy ilyen műanyag tárca, egy mini csomagtartó tulajdonképpen. Mini csomagtartó. Háromszögnek eüládának. Meg egy nagy nylon van benne, hogyha eső van, akkor onnan előveszem és letakarom az egészet. Jók az ülések! Ez Volkswagen, 90%-ban Volkswagen alkatrészeket tartalmaz, ez egy Charanból van. Egy Charan ülés, sziáltatok hozzá. Azért, hogy kényelmes azért legyen. Az öv megvan, egy 4 pontos a biztonság. Figyelj, így milyen menet teljesítményei vannak? Hát ez egy 40 lóerős motor? Durván, 90 fölé nem nagyon zavartuk még. Nem kell venni 90 fölé. Igazság szerint ez át van építve 1.6-osra ez a motor. Hoppá, várjál már! De a kabival még nem mentünk utána, úgyhogy még nagyjából az 1.3-as gyári teljesítménye fölött vagyunk egy kicsivel, de itt nem is a teljesítmény a cél. Igazándiból rugalmasan meg lehet vele indulni, lehet vele krúzolgatni, de nem a lóerőket hajszoljuk benne. A gyerekek, csodálatos emberek léteznek ezen a bolygón, itt Magyarországon is. Még azért mutatnék valamit. Na, mutass már még! Ez a kulcsa. Ojojojojoj! Mutatom a kulcsát a gépnek. Egy jó jack dugó a biztonság kedvéért. Elég fontos a biztonság, mert ezt ott hagyom egy parkolóban nyitva, akkor viccelődhetnek vele, eltolják, stb. Úgyhogy van bent egy kézifék zár is, hogy azzal le lehet zárni. De tényleg úgy gondolod, hogy... De várjál, álljunk meg egy pillanatot. Úgy gondolod, hogy ott egy parkolóban valaki ezzel viccelődik, hogy eltolja? El tudom képzelni. Mozgalmas volt a 41-dik, az összefoglalóban láthatjátok, mögöttem még itt vannak a kemény mag, viszont mi már készülünk a 42. parkoló parádéra, július 29-én szombaton, délután 2-kor nyitjuk a kapukat, filmes témánk lesz, nagyon komoly filmes autók jönnek, a Halálos Iramból érkezik egy Mitsubishi Eclipse, lesz itt a Jurassic Parkból Jeep, a Taxi című filmből nem csak a Peugeot, hanem itt lesz az Evo is, akik kergetőztek egymással, és a visszajövőbe Vas is itt lesz, úgyhogy nagyon sok filmes autó lesz, és ha neked a garázsodban van bármilyen autód, amelyik filmekben szerepelt, akkor itt a helyed. Találkozunk július 29-én a 42. parkoló parádén.